A klub folytatja sikeres programsorozatát, mivel készültek a mai napon. Ez idei a 5. alkalom, amikor megrendezik a nyugdíjas sportnapot a 3 nyugdíjas klub részvételével. Vannak mindig visszatérő feladatok, de arra törekszünk, hogy minden évben legyenek újak is. Így a hagyományos sorversenyek most is visszatérnek. Hát most a retro sorverseny nevet kapta ez a feladatsor, hiszen lesz ebbe különböző egyensúlyozási gyakorlat, kislabdadobás, de visszatér még gyerekkorunk emléke az ugróiskola is, illetve szintén egy új dolog, hogy lesz kapurarugás egyénileg és csapatban. Ebben az évben a Városi Könyvtár készített egy elméleti feladatlapot, egy quiz feladatsort, amit hát a gyakorlati mozgás követően egy kicsit az agyunkat is tornáztatjuk. Újra lesz légpuska lövészet, amit a Lovászi Lövészklub szervez. A versenyek feladatsorát ezt visszatérő jelleggel az Egészségfejlesztési Intézet állítja össze, illetőleg ők is vezetik ezeket a feladatokat. Mit jelent a számotokra egy-egy ilyen program? Hát egy nagy kikapcsolódás, ez az összejövetel a pandémia ideje alatt nagyon-nagyon sokat jelent nekünk, mert igazából be vagyunk zárva a 4 fal közé, és ilyenkor kimozdulunk, átbeszéljük a dolgokat, együtt nevetünk, beszélgetünk. Igazából erről. Meg hát testedzés is lényegében, mert tornával egybe kötött. Hajolsz! 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 A Csesztregi klub már 2-szer nyerte el a vándorkupát. Ha most is sikerül nekik, akkor náluk is maradhat. Igen, a kiírás szerint az a klub, amelyik 3 alkalommal megnyeri, akkor ő végleg megkapja. De természetesen ezt a folyamatot ezt fenntartjuk, tehát ha ők viszik el, akkor jövőre új kupával folytatódik a rendezvény sorozat. Neked kéne magad kérni, meg magad fúrkod a felkúrkod. Ha a mai alkalommal is sikerül megnyerni a vetélkedőt, akkor a klubé maradhat a kupa. Hogyan készülnek? Hát annak nagyon örülnénk, hogyha miénk lenne a kupa, de hát elég ügyesek a vetélytársaink is, úgyhogy a lovásziak, lentiek is benne vannak a dologba. Mindenki készült rá, szeretnénk ügyesen teljesíteni. Igazából a részvétel a fontos, nem is annyira ez a kupa. Mit jelent az önök számára egy-egy ilyen találkozás? Hát mivel a barátságunk már elég régóta tart, ezért mindig várjuk, és örülünk egymásnak. Hát a mi korunkban már ez nagy szó, meg most a pandémia után tulajdonképpen tavaly is elmaradt ez a sporttalálkozó, úgyhogy nagyon nagy örömmel jöttünk ide. Nagyon jó. Teljes a létszám idén is? Kérésünk az volt, hogy a kluboktól 15-15 főt várunk, hiszen itt az épületnek a befogadó képessége meghatározza a létszámot, de úgy tűnik, hogy akinek más irányú elfoglaltsága vagy egészségállapot engedte, ők eljöttek. És ahogy látjuk vagy halljuk, mindenki örül a találkozásnak, hiszen az idejében kicsit hiány voltunk az ilyen összejöveteleknek.